én már alpolgármester egyszer azt mondta nekem, hogy komoly politikusok beszédeket írnak és nem fejből beszélnek. Én általában fejből szoktam beszélni, most kifejezetten az ő kedvéért leírtam a gondolataimat. Szeretném elmondani, mi történt a polgári művetséggel a 10 évben, amelynek kezdetét önkényes időszámítás nélkül az osztrák függetlenség megszüntének az Anschlussnak napja jelenti. Azt hiszem, most már mindenki tudja, hogy azon a napon omlott össze sok minden, ami a régi Európában megmaradt. És mi történt 10 éven át, egészen a napig, amikor egy hajnali órában, az Enszi hídon, ahol az akkor vasfüggönynek nevezett orosz határzóna véget ért, egy szovjet katona belépett a vasúti hálófülkébe, elkérte az útleveleinket, szalutált, és útnak engedett az önként választott számüzetésbe. Kaptak, hogy esni fog-e az eső, vagy nem. Jelentem, az eső nem esett. Csitári polgármesternek az idei Szent István évre megjelent emlékirataiban jó nyomon követhetjük az eseményeket. Azt írta, hogy egy nyári zápor vonult végig Székesfehérváron, de Salzburgból már jelentették, hogy ott már kiderült, hogy van remény. Így is történt, ezen a napon a délután érkező országnagyok gyönyörű időben tudtak helyet foglalni.